mit szólnak azokhoz a sajtóhírekhez, ami megjelent a Népszabadságban, hogy Simicska a Jobbikot támogatná valamilyen formában a következő választásokon? Nyilván a Jobbiknak az ügyeibe én nem kívánok beleszólni, de azért azt látszik, hogy az oligarcha háború az egész országnak rosszat tesz, és gyakorlatilag mindent magával tud rántani. Nagyon fontos lenne, hogyha végre a politika arról szólna, és azokról az emberekről szólna, akikről szólnia kell, a magyar választópolgárokról, és mindenki a törvényeket betartva átlátható kampányfinanszírozásában végezni a munkáját a kampányok során. Mit szólnak Orbán Viktor kijelentéséhez, amely szerint az uniós tagállamoknak vissza kellene venniük a hatalmi jogköröket az Európai Bizottságtól? Érdekes ez a kijelentés Orbán Viktortól, az ő európai pártcsaládjuk, a Néppárt, ugye megszavazta Junckert bizottságot. Innentől elkezdve a kritikát egy kicsit saját magának is meg kell fogalmaznia, és a saját pártjának is. Azt azonban látni kell, hogy az Európai Unió az egy olyan közösség, amelyben a nemzetek nem veszíthetik el a nemzeti jellegüket, a nemzeti érdekeiket. Látni kell, hogy vannak olyan kérdések, amiket nemzeti hatáskörben tudunk jól megoldani, és úgy is kell megoldanunk. Vannak viszont olyan területek, mint például a környezetvédelem, amelyet hatékonyabb és célszerűbb közösségi szintre emelni, és azon belül kezelni. Én legutóbbi Csiffer Andrással beszélgettem ezen a téren, nem is olyan régen, mégpedig arról, hogy a korrupciót fel kell számolni Magyarországon, és hogyha az LMP hatalomra kerül, akkor ők megszüntetik a korrupciót. Csiffer András kivonult sajnos a politikai életből, úgyhogy ő rajta ezt már nem tudjuk számon kérni. Hogyan tovább LMP? Azt kell látni, hogy szerencsére ez a párt egy olyan párt, amelyik nem egy személyre épült. Innentől elkezdve bár egy szomorú veszteség ért minket, nekünk folytatnunk kell a zöld ügynek a képviseletét Magyarországon. Ebben meglehetősen eltökéltek vagyunk, amilyen gyorsan lehet, tisztázzuk a személyi változásokat. Ugye pont jövő hétvégén lesz a kongresszusunk, amelyen megválasztjuk Schiffer András férfi társelnök utódját, illetve egy új frakciótagot is választunk, hiszen András mind a két pozíciót betöltötte. És hát azt is látni kell, hogy ahogy eddig is, a továbbiakban is teljesen eltökélten fogunk harcolni a dolgozó magyar emberekért, a bérekért, a korrupció leküzdésért, és mindazokért a jogokért és fontos kérdésekért, amelyek gyakorlatilag évtizedek óta megoldatlanok ebben az országban. Sok szempontból az elmúlt 6 év az nehezebb, mint az előző évtizedek voltak, és ez pontosan azért van, mert most már ipari szinten van a korrupció ebben az országban. Azt kell látni, hogy a Fidesz gyakorlatilag saját magát hazudtolta meg 2010 után, egy csomó mindent ígértek a magyar embereknek, amik hasznos és jó dolgok voltak. Ilyen volt például az, hogy az épületeknek a leszigetelésével munkahelyet teremtenek, az, hogy a belföldi tőkeképző képességet erősíteni fogják, egy aktív munkahelyteremtő programot ígértek. Hát ehhez képest most ott tartunk, hogy van a zsákutcás közmunkaprogram, illetve Varga Mihály miniszter úr már abban gondolkodik, hogy több százezer vendégmunkást behívjanak az országba, akik elvégzik azokat a munkákat, akiket az azóta külföldre távozott magyar polgárok már nem végeznek el itthon. Ez ilyen szempontból ez a 6 év nagyon félrement. Mindazonáltal tartjuk azt a megfontolásunkat, hogy itt az elmúlt 25 évben elrontott dolgokat kell úgy helyrehozni, hogy végre a politika azokról az emberekről szóljon, akikért vagyunk, a magyar választópolgárokról. Némi ellentmondást vélek felfedezni abban, hogy munkahelyeket kell teremteni, és vendégmunkásokat hozunk be. Most itt Ajkán vagyunk, ahol nagyon aktuális az, hogy a munkaerőt meg kell valahonnan teremteni, hiszen Ajkán elég nagy a munkaerő hiány. Mi ennek az oka, hogy mégis munkahely kell, de munkaerő is kell? Robbanásig feszült a munkaerőpiac gyakorlatilag Magyarországon, teljesen tönkretette a Fidesz a foglalkoztatást itthon. Azt kell látni, hogy most már sokadik településen, sok megyében vagyok itt a nyári országjárásom során, és olyan helyeken is voltam, ahol komplett település részek ürültek ki, és mentek külföldre emberek azért, hogy az itteni bér 2-3-szorosáért dolgozzanak. Ilyen bérfeszültség, ami itt Magyarországon van, és ilyen alacsony bérek, ezek nem fenntarthatóak. Teljesen racionálisan döntenek a magyar emberek, amikor azt mondják, hogy egy meggyengített munkavállalói jogokkal megvert helyzetben, amit ugye az új fideszes munkatörvénykönyve okozott itthon Magyarországon, ilyen rossz fizetésekért nem fognak ők látástól vakulásig dolgozni, elmennek az országhatáron túlra, vagy még messzebb, és ott sokkal jobb körülmények között kiszámíthatóan tudnak élni. Nem lehet azt elfogadni, hogy aki 8 órát dolgozik, az a szegénységben éljen, ne tudja magát, a
családját kényelmesen eltartani. A Fidesznek egy és legfontosabb dolga lett volna az elmúlt években az, hogy a béreket rendezze. Hát a közszférában ugye 8. éve nem is most már béremelés. Ebben azt kell látni, hogy a közszféra az, ami rendszerint magával húzza az összes többi szektorban a béreket, és azt is látjuk, hogy most pontosan a munkaerőhiány miatt már a nagy cégek kényszerülnek arra, hogy béreket emeljenek, úgymond a saját szakállukra, különben nem tudják elvégeztetni a munkát itt magyar emberekkel. És azt kell látni, hogy ilyen szempontból nagyon kétarcú a kormánynak a politikája, és szerintem nagyon veszélyes útra tévedt Varga Mihály, amikor a gyáriparosok szövetkezetének ezt a javaslatát, hogy több száz embert hozzanak ide bedolgozni, kvázi helyettünk, ezt támogatta, mert Magyarország ilyen szempontból egy olyan ország kell, hogy legyen, amely képes olyan munkát adni az itt élő embereknek, amiből meg lehet élni. Nem lehet a Fidesz kormány partner a bérek letörésében, nem dughatják a homokba a fejüket azzal kapcsolatban, hogy több százezer ember a bérek miatt és a kilátások miatt elment innen. Nekik ebben a helyzetben megállt kell parancsolni saját maguknak, és béreket kell emelni. Tehát ön azt mondja, hogy Varga Mihálynak ez a politikája, hogy hozzunk be idegen légiósokat, ez azt tükrözi, hogy az alacsony munka béreket szeretnénk megtartani az országban? Ha Varga Mihály abban gondolkodna, hogy a magyar dolgozóknak jobb legyen, és a magyar dolgozók itthon maradjanak, akkor béreket emelne. Azt javasolná, hogy legyenek béremelések. Nem csak azokban a szektorokban, ahol az emberek már az utcán tüntetnek, hanem egy teljes bérrendezés kellene az egész magyar gazdaságban. Ehelyett Varga miniszter úr gyakorlatilag helyeselte azt a gyáriparosok szövetkezete oldaláról érkező kezdeményezést, amely akár több százezer embernek javasolná azt, hogy Magyarországon úgymond letelepüljenek, és itt végezzék el azt a munkát, amit azoknak a magyar embereknek kellene elvégezni, akik pontosan a rossz bérek miatt mentek el itthonról. Szóval ilyen szempontból ez egy teljes tévedés, és gyakorlatilag azt is látni kell, hogy olyan nemzetek kerültek elő ilyen vendégmunkásként, amelyek országokban tőlünk alacsonyabb a bérszínvonal. Tehát Mexikó, Ukrajna, de tatárokról is szó volt. Tehát ez elfogadhatatlan, hogy az a kormány, amely magát úgymond nemzetinek mondja, kvázi egy olyan megoldást javasol, vagy azt támogatja, ami azzal járna, hogy külföldről azért jönnek hozzánk emberek, hogy elvégezzék azt a munkát, amit mi azért nem tudunk elvégezni, mert az emberek megélhetés hiányában külföldre mentek. Nem gondolja azt, hogy már iskolába kellene valahol rendet tenni az emberek fejébe, és azt tisztázni velük, hogy hogy működik az állam? Hiszen azért elég sok ügyeskedő van még mindig ebben az országban, és nagyon könnyen odavágják, hogy én minek adózzak, meg minek így, meg minek úgy, holott valahol a gazdaságnak ez lenne a motorja, hogy igenis legyünk avval tisztában, hogy avval, amit a másik befizet, majd abból lehet béreket emelni, abból lehet az oktatást fejleszteni, abból lehet az egészségügyet és a közszférában minden tulajdonképpen, hiszen ők értéket nem termelnek a közszférában. Ilyen szempontból visszaérkeztünk a beszélgetésünk elejéhez. Ugyanis én azt gondolom, hogy a politikusoknak példát kell mutatni abban, hogy az adófizetés az egy olyan kötelesség, amely egy sorsközösségi szinten működik egy országon belül. Minden embernek, aki dolgozik, adót kell fizetnie, nem lehet offshorozni. Amíg olyan kormánybiztosok lehetnek Magyarországon, akik köztudomásul más országokban adóznak, meg olyan átláthatatlan struktúrájú cégeket üzemeltetnek, amelyekről tudva levő, hogy az adó elkerülés szándékát célozzák, addig itt soha nem lesz rend. A politikai elitnek kell példát mutatni. Magyarországon nagyon sok szorgos ember van, aki úgy érzi, hogy nem képviseli őt senki, pontosan azért, mert a politikusok a nagy fekete autóból kiszállva gyakorlatilag abban mutatnak példát leginkább, hogy hogyan kell úgymond ügyesen megoldani dolgokat. Ezt teszik a politikában, és sok esetben, mint kiderült, ezt teszik a magánéletükben is. Ez teljes mértékben elfogadhatatlan. Egy politikusnak ilyen szempontból és egy politikai pártnak is példaértékűnek kell lenni. Nem lehet az offshorozást, az adóelkerülést támogatni, az adókat pedig meg kell fizetni, a politikai elitnek ebben pedig élen kell járnia.